2013. májusában egy szabadtéri zumba órával indult a Mozdulj Nyíregyháza most már 8 éves története. Abban az évben novemberben bővítették a programot, az első fél évben már heti 12 ingyenes foglalkozás közül választhattak a nyíregyháziak. A program folyamatosan nőtt, a Covid előtti fél évben már 41 foglalkozással működött. Az ötlet maga onnan indult, hogy láttuk, hogy mekkora sikere van annak a szabadtéri zumbának, akkor miért ne folytathatnánk ezt így akár tornatermekben kibővítve, hiszen Nyíregyházán nagyon sok jó sportág, és nagyon sok szakember van, aki kiválóan tudja átadni mindazt a tudást is, így kortól nemtől függetlenül mindenkinek tudjuk biztosítani az ingyenes mozgás lehetőséget. A programot folyamatosan fél évről fél évre frissítik, mindig van valami újdonság. Ennek is köszönhető, hogy töretlen a népszerűsége az óráknak még online formában is. A koronavírus miatt csak interneten keresztül lehet elérni a foglalkozásokat, a mostani fél évben hetente 15 alkalommal lehetett online sportolni. Ez a megoldás olyan sikeres lett, hogy egy újabb elismerést is hozott Nyíregyházának. Sportmarketing díjat kapott a Mozdulj Nyíregyháza. A Magyar Marketing Szövetség sportmarketing tagozata által megalapított elismerés célja, hogy a kommunikációs szakemberek megmutassák és megismerjék a sportmarketing és sportszponzoráció legkiválóbb hazai kampányait és az abban rejlő üzleti értéket. A nyíregyházi önkormányzat által szervezett Mozdulj Nyíregyháza a legjobb társadalmi válasz a COVID-19-re kategóriában nyerte el az ezüst díjat. Én azt gondolom, hogy ez az elmúlt 8 évnek is az elismerése, és annak az országosan is példaértékű összefogásnak, hogy egy önkormányzat, egy városvezetés milyen komolyan veszi azt, hogy a nyíregyháziaknak, az itt időknek biztosítsa az egészséges életmódot, a mozgás lehetőséget, milyen jó szakembereik vannak, és milyen aktívak, sportosak a nyíregyháziak. Ez annak a ékes bizonyítéka, hogy például egy Ferencváros vagy egy dunaszerdai Deac mellett díjat nyertünk. Ez ugye másodjára került átadásra ez a díj, hiszen még teljesen új a Marketing Szövetségnél is a sporttagozat, de ez egy óriási elismerés, és amikor átvettük a díjat, akkor tényleg így büszkén vehettük át egész Nyíregyháza nevében. Heti több mint 10 000-es az elérése a Mozdulj Nyíregyháza online óráinak. Nem csak nyíregyháziak, hanem országszerte más településekről és a határokon túlról is vannak érdeklődők. A nyári szünet ideje alatt elérhetőek maradnak majd bizonyos videók, így a következő hetekben sem maradnak sportolási lehetőség nélkül az érdeklődők. Szeptemberben pedig bíznak benne, hogy a jelenléti órákat is meg tudják majd tartani.